Hónapok óta folyik a munka egy nagyszabású rendezvény érdekében, a Miklós Néptánc Együttes házatáján. Mi ez pontosan, mit kell erről tudni? Hónapok óta így van, készülünk egy nagyszabású rendezvényre. 45 éves jubilálását ünnepli az együttes, és ez ügyben kezdtük el a szervezéseket már jócskán hónapokkal azelőtt, mielőtt a próbáknak nekifogtunk volna. Igyekeztünk felkeresni minél több régi táncost, akik vendégként fognak szerepelni, illetve olyan koreográfiákat is igyekszünk színpadra állítani, melyek mostanság már csak alkalmanként kerülnek előadásra. Kik lesznek itt a színpadon, és milyen produkciókat fognak látni a nézők, akik eljönnek? A műsor, Gáraműsor gerincét zömében a jelenlegi Miklós Néptánc Együttes és az utánpótlás csoport résztvevői fogják, táncosai fogják előadni. Természetesen vendégprodukciókat is láthatnak a nézők. Az Ezerjó Szent Miklós Néptánc Együttes a Kádár Ferenc Dévaványai Emlékversenyen, szólótáncversenyen kimagasló teljesítménnyel elért produkcióit fogják látni, illetve olyan régi táncosok fognak visszatérni, akik jelen pillanatban más városokban, más együttesekben munkálkodnak, mint vezetők. Szeretettel fogadjuk majd Busai Norbertet és kedves családját is. És hát igyekeztünk minél régebbre visszanyúlni és meghívni azokat a régi-régi táncosokat, akik még szinte a koreográfia készítésénél is jelen voltak. Herdon Péter idén megrendezett Gála Autentika Emlékszóló Néptánc versenyen Gál András tiszteletére kiemelt aranyminősítésben részesült az öttagú zsűri által, és így szeretnénk ezt a rendezvényt is kötni az együttes életéhez, így meghívtuk azzal a felállással, hogy az édes testvére citerázik neki, ő maga pedig táncol egyet. És hol tartotok a próbákkal? Folyamatosan készülünk, hétről hétre, napról napra, szinte mondhatom. Megállás nélkül megy a gondolkodás, a műsorszervezés, a ruháknak a beszerzése, illetve maga a próbáknak a lebonyolítása. Már most ott tartunk, hogy zenekari próbán is túl vagyunk, és azt kell mondjam, hogy nagyon jó kimenete lesz a dolognak, hiszen minden egyes résztvevő látva itt a színpadon is a teljesítményt, és azt a hozzáállást, ami egy ilyen gálamisorhoz kell, beleteszi energiáját, idejét, és megjelenik, hozzáteszi magát, és elég szépen teljesítünk. Úgyhogy én reménykedem benne, és biztos is vagyok, hogy tiszteletünket tudjuk leadni egy 45 éves Miklós Néptánc Együttes gálaműsorában. Beszeretném mutatni a Tarsoly Zenekart, aki az estházi gazdájaként úgymond szolgáltatja nekünk a muzsikát. Előre is köszönjük nekik, már a zenekari próbán nagyon szépen teljesítettek és felkészülten érkeztek, ugyanezt a minőséget várjuk majd tőlük, és hát biztosra is tudjuk, hogy tudják ezt szolgáltatni nekünk. November 24-én kerül megrendezésre 19 órai kezdettel, és itt az Ipoly Arnold Könyvtár Múzeum és Kulturális Központnak az infopultjánál már lehet 1000 forintos jegyeket vásárolni. Köszönetet szeretnék mondani már ezúttal is az Ipoly Arnold Könyvtár Múzeum és Kulturális Központ vezetőségének, Megyesi Klárának, igazgatóasszonynak, valamint minden egyes dolgozónak, aki hozzátesz, részt vesz aktívan, hiszen nélkülük, az ő segítségnyújtásuk nélkül, valamint az összes táncos, jelenlegi és régi táncosnak az aktív hozzása nélkül ez nem valósulhatna meg, úgyhogy köszönjük szépen nekik előre is.